együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Papírmúzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár. A magyar kézműves remek elismeréssel díjazták Steixner István bőrműves mestert. Orgona koncert volt az evangélikus templomban. Magabiztos győzelmet arattak futszálosaink. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Dunajváros legfontosabb híreivel jelentkezünk. Igazi remek idő vár ránk a közelgő hosszú hétvégén, ami sok és izgalmas programot ígér a dunajvárosiaknak. Május 27-én ismét megrendezésre kerül a második Sugárúti Fesztivál. Koncertekkel, gyermekprogramokkal, felvonulással, retro kincsekkel, hagyományos utcai játékokkal, zenelánccal és kiállítással, vagyis valódi program özönnel csalogatja a vendégeket a Vasmi útra a második Sugárúti Fesztivál. Május 27-én. És május 27 és 29 között pedig Dunajvárosi Gyereknap lesz a Szalki-szigeten. Itt mindhárom napon hatalmas vidámparkkal, zenei, gyermek és családi programokkal, gasztrosétánnyal és kirakodó vásárral várják a családokat. Tételes együttműködési megállapodás született a Magyar Papírmúzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár között. A dokumentum egyik legfontosabb tétele egy digitális vízjel adatbank létrehozása és az ehhez tartozó közös kutatás. Fontos szerződést írtak alá az Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Papírmúzeum munkatársai. A tételes együttműködési megállapodás célja a felek szakmai közéletben betöltött szerepének, illetve elismertségüknek, megítélésüknek, jó hírnevüknek és pozitív arculatuknak erősítése, egymás kulturális értékteremtő tevékenységének támogatása. A megállapodásban olyan tételek szerepelnek, mint például a szakmai képzések lebonyolítása, kiállítások szervezése, és talán a legfontosabb egy digitális vízjel adatbank létrehozása. Tulajdonképpen közösen az OSK és a Magyar Papírmúzeum kilép az európai digitális vízjel térbe, ahol ugye a létrehozott adatbankba bárki, tehát más tudományágak hasznosíthatják ezeket a kutatási eredményeket, például történészek, kodikológusok, könyvtárosok, levéltárosok, restaurátorok, különböző egyéb más területeknek a kutatói, akik papírral, papírkutatással vagy papírrégiséggel foglalkoznak. Ugyanis a kutatási eredményekből keletkező vízjelek és adatok, azok alkalmasak vízjel és papír meghatározásra, tehát például kor meghatározásra is. Na most ennek nagyon fontos eleme az, hogy a DVA az tulajdonképpen, amint feltöltésre kerül, ki fog kerülni a nemzetközi térbe is. Pelbárt Jenő örömmel számolt be arról is, hogy a közös kutatás és munka első eredményeit a nagyközönség is láthatja majd, ugyanis ősszel egy új kiállítás is nyílik az intézményben. És az első eredményeit, ezt egyébként már a nagyközönség is láthatja majd az őszi kiállításunkon, és ősszel szeptemberben nyitunk a Babits Mihály születésének 140. évfordulója alkalmából egy nagy időszaki kiállítást és konferenciát, majd azt követően térkép a papíron címmel egy másik időszaki és konferenciát, és ott már az első eredményeket, amik időközben kijönnek ezekből a projektekből, azt már láthatja a nagy közönség is. Az Országos Széchenyi Könyvtár részéről Rózsa Dávid főigazgató volt jelen. Az eseményen vele is lehetőségünk volt beszélgetni. A szakember kiemelte, örömteli, hogy két intézmény egyazon cél érdekében folytathatja tovább az eddig is hatékony közös munkát. Éppen ezért ez a mai együttműködés, amely a papírtörténet és a vízjel történeti kutatások kiterjesztését célozza, teljes egészében illeszkedik az Országos Széchenyi Könyvtár küldetéséhez. A következő hónapok, évek feladata az lesz, hogy a magyar papírokon megjelenő vízjeleket, különleges vízjeleket közösen kutassuk, és ezeknek a kutatásoknak az eredményeit, illetve ezeknek a vízjeleknek a digitalizált verzióit bárki számára
elérhető adatbázisokba rendezzük. Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy van egy papírmúzeumunk. Rózsa Dávid szerint is kiemelkedő az itt végzett munka, és bízik abban, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is szolgálni fogják a kultúra ügyét. Nagyon fontos kezdeményezésnek tartom, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy Magyarországon elsőként 7 évvel ezelőtti Dunaújvárosban meg tudott valósulni a magyar papírtörténetet reprezentáló nagy kiállítás. Ugye 16 termen keresztül mutatja be a kiállítás a magyar papírtörténet emlékeit. Ez egy abszolút unikális kezdeményezés, és bízom benne, hogy még sok-sok éven és sok-sok évtizeden át fogja szolgálni a kultúra ügyét. Helyi vonatkozásban is bizakodóak lehetünk az elhangzottak alapján. Mindenkinek szívvel ajánljuk a programok, a kiállítások megtekintését. 4. alkalommal is magyar kézműves remek elismeréssel díjazták Steixner István bőrműves mestert és munkáját. Az Olivia Settet kislánya Olivia ihlette, pontosabban segített a megalkotásban. És hogy hogyan is járultak hozzá az aprócska ujjak az alkotáshoz? Összeállításunkban ezt is megtudhatják. Műhelyében fogadta stábunkat Steixner István bőrműves mester. A bőrműves munkásságát már több ízben is elismerték, legutóbb például immáron 4. alkalommal kapta meg a magyar kézműves remek elismerést egy olyan termékre, amely elkészítésében kislánya Olivia is segített. Az Olivia Set végül azokból a formákból és elképzelésekből született meg, amelyet kislánya kezdett megformálni egy táska prototípusra. Egészen véletlenül. Szerettem volna az 1 éves kislányomnak a születésnapjára, ami nagyon szépet alkotni, amit nyilván nem óviskorában fog használni, de majd, hogyha nagy lesz, akkor legyen valami igazán egyedi, izgalmas darabja, hiszen amikor az ember valami újat alkot, akkor beleteszi az ember szívét, lelkét. És pont amikor a táskát elkezdtem tervezni, talán februárban, születésnapját megelőzően 2 hónappal, éppen lehozta az anyuka, vagy elhozta anyuka ugye műhelybe, és akkor beleült az ölembe, adtam neki egy filctollat a kezébe, és akkor rárajzolt véletlenül, mert persze miért az üres papírlapra rajzolna, rárajzolt a tervezendő táskára, és húzott 1-2 olyan vonalkát, ami annyira megtetszett, hogy azt nyilván a tudásommal felépítettem, elkezdtem szépen kibontani, és arra gondoltam, hogy akkor viselje az Olivia nevét az a táska együttes, amit én amivel szeretnék pályázni ugye a kézműves magyar remekre. Az elkészült termékek több okból is különlegesek. Formatervezés és az anyaghasználat sem mindennapi. Lényegében az én nagyon kialakított saját technikám ez az áttört, és újabban nagyon megkedvelték ugye a megrendelők, és hát jó magam is magát a rája bőrt, mint olyat. Ennek a kettőnek az ötvözéséből, hogyha anyagot tekintve nézem, született meg a táska. Lényegében egy tulipános alkalmi kézitáska, aminek a belsejében, tehát úgymond a magja, a táska színének az inverze, maga a táska egy fekete alapon, sőt a külső táska fekete rája betétes, hogy egy elegáns darab legyen, és a belső pici kis táska, amin színezüstből maga a logóm és az életvirága is szerepel, tulajdonképpen szimbolikusan még pici, de kicsatolva, kiemelve egy különálló táskává avanzsálódik, hogyha mondjuk ugye a megrendelő vagy Olivia ugye ezt külön szeretné majd használni. A bőrműves mester által készített termékek kis túlzással vonzák az emberek tekintetét. Éppen ezért volt fontos a könnyebb beazonosítás érdekében, hogy a táskák kaptak egy QR kódot is, amely Steixner István hivatalos oldalára, a steixnerleatherart.com címre irányítja az érdeklődőt. Gyakori tapasztalat az, amikor felhívnak a megrendelők, hogy hú, hát imádja. Megnézték az utcán, megkérdezték, hogy ki csinálja, de ugye van, amikor kapja a kedves használó a terméket, és mondjuk nem biztos, hogy tudja, hogy ki készítette, vagy ugye rögzülnie kell az agyában, és akkor gondoltam, hogy tök jó. Mondom, csináljunk akkor egy bőrbe gravírozott QR kódot, mert azért ilyen 3 centibe azt te kivésni nem nagyon tudod, és akkor mit csinál az utcán? Gyönyörű, nyilván nem mutogatja, nem nyitja ki, felemeli a táskát, ott van a QR kód, az illető lefotózta,
és akkor egyből megy a weboldalra, az új weboldalra, amit körülbelül egy másfél hónapja szerkesztettünk újra barátokkal. Újabb kiváló termékkel bővül tehát Steixner István bőrműves mester termék palettája. Az egyedi alkotások igazán különleges ajándékai lehetnek bárkinek. Ezért is érdemes felkeresni hivatalos weboldalát a steixnerleatherart.com címen. A mögöttünk hagyott hétvégén újra felcsendült az evangélikus templom orgonája. A különleges hangszert ez alkalommal Németh Sándor orgonaművész szólaltatta meg, aki többek között barokk zeneszerzők műveivel és főként Sebastian Bach alkotásaival kápráztatta el a közönséget. Ismét színvonalas zenei élményben lehetett része a városlakóknak. Az evangélikus templom orgonáját Németh Sándor orgonaművész szólaltatta meg vasárnap délután. A templomban nem ez volt az első és nem is az utolsó orgonakoncert, jellegéből adódóan a létesítmény kiváló helyszíne az ehhez hasonló zenei összeállításoknak. Németh Sándor orgonaművész érkezett hozzánk. Nagyon fontos számunkra az, hogy a templom tér, mint szakláris tér, otthont adjon a muzsikának is. A mai orgona hangversenyen nagyon sok Johann Sebastian Bach mű fog megszólalni, és annak idején Johann Sebastian Bachnak is nagyon fontos volt az Isten nevének dicsérete, hogy nem csupán egy földi síkon szólalt meg a zene, hanem ennél többről van szó, és a mi gyülekezetünk számára is ez egy misszió, a kulturális misszió kiegészíti mindazt, amit a templom jellege és az építők lelke összekovácsolt. Hiszük és valljuk, hogy a zene nem csak egymással köt bennünket össze, hanem a jó Istennel is. A hangszer tehát ez alkalommal is kiváló orgonaművész Németh Sándor szólaltatta meg. A zenész örömmel fogadta Stermecki András megkeresését, illetve beszélt a zenei programsor összeállításáról is. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, itt Dunajvárosban Stermecki András lelkész úrral régi ismerősök vagyunk, még a Fóti Evangélikus Kántorképzőből, amikor ő ott tanfolyami lelkész volt, innen a mi ismeretségünk, és nagyon örültem, hogy ezt az impozáns hangszert én is megszólaltathatom. A műsort azt alapvetően barokk zeneszerzők műveiből, leginkább Johann Sebastian Bach műveiből válogattam, ezt fogja megszakítani kortársainak, Krebsnek, Johann Ludwig Krebsnek, illetve Georg Böhmnek egy-egy alkotása, és Felix Mendelssohn Bartholdy Bachnak nagy tisztelője volt már a romantika korában, tőle is hoztam egy nagyszabású korál alapú darabot, egy variációs szonátát, ami a műsor második felében fog elhangozni. A művészhez közel állnak a Bach alkotások és az orgonaművek, erről a kapcsolatról is kérdeztük. Ezeket a darabokat, amiket most itt fogok játszani, nekem van egy olyan alapelvem, hogy én olyan darabokat szeretek tanulni, amit az istentiszteleti gyakorlatban, liturgiában is tudok használni, és ezek a darabok, amiket most ide gyűjtöttem, ezek kivétel nélkül az elmúlt években elhangoztak, vagy a kelenföldi, vagy más evangélikus gyülekezeteknek az istentiszteletein. Innen a kapcsolódásom ehhez a műsorhoz, tehát én eleve olyan műsorokat szoktam játszani, amit istentiszteletbe is be tudok illeszteni. És hát nekem az orgonában való ismerettségem az Johann Sebastian Bach orgona műveivel kezdődött, tehát és elég sokat is játszottam, sokat ismertem meg belőlük, már a kortársakat. Ez volt a legkönnyebben elérhető irodalom, amit gyermekkoromban már meg tudtam szerezni, és hát valószínűleg ennek köszönhető, hogy a leginkább fontos számomra. Zenés rendezvényekből idén sincs hiány a kiváló akusztikával rendelkező evangélikus templomban, ezért is érdemes követni az egyházközség hivatalos és közösségi oldalát. Bebiztosította az első helyét az MB2-es pontvadászat alsóházában a Dunajváros futszál felnőtt együttese. A Rácz-Almási sportcsarnokban rendezett hazai összecsapáson a gárda 9-2-es győzelmet aratotta az Érd ellen. Múlt pénteken az Érd elleni 9-2-es hazai győzelemmel biztosította be az MB2 alsóházában a győzelmét a Dunajváros futszál felnőtt együttese. Tóth Árpád tanítványai bár kissé pontatlanul kezdték a mérkőzést, hiszen a vendégek jutottak egy gólos előnyhöz. Sokáig nem tartott az örömük. A Dunajvárosi gárda néhány perc elteltével egyenlített, aztán kiszakadt a gólzsák. Az első félidőben 5-5, míg a másodikban 4-et vágtak az ellenfélnek, akik mindössze kétszer tudtak válaszolni.
A lefújást követően Tóth Árpád vezetőedző foglalta össze a pályán látottakat. Úgy látszik, mostanában bemaradunk az öltözőbe az első pár percbe. Azt gondolom, hogy igen, rosszul kezdtük a meccset, utána helyre tettünk mindent, és végül nagyon magabiztosan jó játékkal sikerült nyernünk. Ennél többet talán tényleg nincs értelme mondani az ennyire egyoldalú mérkőzésről. A csapat azonban nem pusztán ezt a sikert, hanem az alsóház küzdelmeit is megérdemelten húzta be. Pici megingásunk volt ugye itt a hazai vereség, illetve az utána lévő X. Azt gondolom amúgy, hogy minden csapatban van egy minimális hullámvölgy, nálunk szerencsére nagyon rövid ideig tartott, azt gondolom, hogy megérdemelt, nyertük meg az alsóházat. A mérkőzést illetően Villám Balázs játékos elégedetten nyilatkozott, bár ő is furcsának találta az első percek botlásait. Hát erre a mérkőzésre az első 5 percet azt kicsit ilyen idegesnek éreztem a csapatot, vagy túl buzgók voltunk, és ez átbillent úgymond a rossz oldalra, de utána sikeresen megtaláltuk a helyünket, és azt játszottuk igazából, amire képes ez a csapat. Bár megnyerték az alsóház küzdelmeit, a játékos szerint ez az együttes még ennél is többre hivatott. Egy kicsit ilyen is-is felemás érzésem van a csapattal, mert ennél, tehát amit ma nyújtott ez a csapat, ezt tudja egész szezonban, és nem tudom, hogy miért is nem jött ez ki a csapatból. Sokszor játszottunk idegesen, kapkodóan, holott ez a csapat erre a csapatra nem ez a jellemző, hogy ideges lenne vagy kapkodna, és nem ez a helyezés az, ami erre a csapatra úgymond val, vagy amit érdemelne. Ismét gólparádéval gyűjtötte be a bajnoki pontokat a Dunajváros futszál felnőtt együttese. A csapatról és annak eredményeiről a Dunajváros online-on olvashatnak a kispályás foci szerelmesei. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!